Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról megtudunk, megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet e videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Folytassuk akkor tovább, és ez pedig második Mózes Semmót 20-as fejezet, ugye, amiről szó volt korábban is. Nézzük meg, hogy mi a második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ugye ez egyértelmű, hogy azok a dolgok, amiket mi készítünk, akármennyire is jó szándéka készítjük, azok elfogadhatatlanok az ő számára, és ez parancsban adta, ez a 10 parancsból az egyik, úgyhogy ő ezt igen komolyan gondolja. 5. Ne imád, ne tiszteld azokat, mert én, Jahuva, te hatalmasságot féltőn szerető Elohim vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban a harmad, negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Azok, akik ezt csinálják, Jahuva szemében gyűlölik őt, hiszen ő megmondta, senki nem látta őt, úgyhogy senki nem tudja elképzelni, ezért ne is csináljunk semmiféle képet, akármilyen jó szándékkal is tesszük, hiszen ő ezt úgy veszi, hogy mi gyűlöljük őt. A lényeg azonban az, hogy megbünteti az atyák vétkét a fiaban harmad, negyed íziglen. Képzelj el mindenki azt, hogy tegyük fel egy alkoholista szülőnek a gyermeke sokkal valószínűbb, hogy valamilyen káros szenvedélyben fog szenvedni, hiszen ezt örökli a szülőtől, ezt a magatartásformát látja. Nem azt mondja Jahua, hogy nem fog esélyt adni a gyermeknek, azt mondja, hogy megbünteti őt. És ez a büntetés az, hogy a gyerek eltanulja ezt a viselkedést. Nem véletlen, hogy ezt a fajta problémát a faragott képnél hozta elő. Hiszen ha a szülő ezt csinálja, ilyen szokások rabja, vagy ilyen szokásokban vesz részt, akkor ezt fogja eltanulni a gyermek is tőle. És tovább örökíti az ő gyerekére. És bár lehet, hogy ettől a szokástól meg tud szabadulni, azonban és egyre gyengébb és gyengébb lesz, azonban a generációk során fog kikopni. Ezért írja azt, hogy harmad, negyed íziglen megbünteti, hiszen ez így tovább öröklődnek ezek a bűnös szokások. Hatos pedig, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Kik azok, akik szeretik őt, akik megtartják az ő parancsolatait? Ezek azok az emberek, akikkel ezer íziglen irgalmasságot cselekszik. Érdekes az is, hogy míg a vétket harmad, negyed íziglen bünteti meg, addig az irgalmasság az ezer íziglen érvényes. Úgyhogy azt nem mondhatja senki, hogy nem igazságos, vagy nem kegyelmes, és nem ad lehetőséget mindenkinek. Azonban mindennek megvan a következménye, és minden bűnért büntetés jár. Nézzük meg gyorsan 5 Mózes 5, Debarim 5-ös fejezet, ugyanezt a részt, szinte szóró-szóra ugyanez, 8-as vers. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, Jahua, a te hatalmasságot féltőn szerető Elohim vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad, negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják. Hogyha a 10 parancsolat áll, akkor egyrészt ugye hova tűnt az a kettő, a név és a szombatnap, másik pedig az, hogy akkor mi a helyzet a parancsolatok megtartásával. Vizsgáljuk meg villámgyorsan ezeket a szavakat. A faragott kép szó az nem más, mint a héber szó. Strong's H6459. Pesel. Pesel.
minek jelentése egy bálvány vagy egy kép, ugye ilyen értelemben használatos, mint egy faragott kép, a szónak a szótöve pedig szintén. Strong's H 6458. Pascal. Pascal. Egy héber ige, ami annyit tesz, hogy kifaragni, kivágni fából, vagy pedig valamibe belegravírozni. És ez az a szó, hogy ami magyarul faragott kép kifejezés, ez héberül, ugye, a shell, ami egy faragott kép, egy bálványt jelent. A hasonló, semmi hasonlót azokhoz, amelyek az égben, a földön vagy a vízben vannak, ez a szó hasonló, ez pedig szintén egy héber szó. Strong's H 8544 Temuna. Temuna. Ami hasonlatosságot jelent, vagy pedig egy képét valaminek, valami, ami hasonlatos valamihez, valaminek a formája, a megjelenítése, megjelenése, reprezentációja, vagy egy hasonlatosság. Érdekes lehet az is, hogy mi ez az imádni és tisztelni, úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a két szót. Ez az imádni szó. Strong's H 7812 Shaha. És szó szerint annyit tesz, mint imádni, valamit meghajolni, valami előtt lehajolni, engedelmességet mutatni, szolgálni valamit, illetve ugye többé-kevésbé meghajolni valami előtt, leborulni valami előtt, valamilyen felsőbbrendű előtt, ugye meghajolni, tiszteletet mutatni e felé, akár Elohim, akár pedig egy bávány előtt. Ez volt ugye az imádni szó, a tisztelni szó pedig. Strong's H 5647 Aved. Aved. Annyit tesz, hogy szolgálni valakit, illetve akár földet művelni, valamit csinálni, egy szolga, dolgozni, vagy tisztelője valakinek, de egyébként dolgozni annyit tesz, mint dolgozni, vagy szolgálni. És akár fizikai munkáról van szó, akár pedig átvitt értelemben. Az ötödik versben még előfordul ez a szó, az atyák védkét, ez a szó pedig nem más, mint a héber szó. Strong's H 5771. Avon. Ami annyit tesz, gonoszság, valamilyen perverzitás, vagy bűn, egy gonosz cselekedet, valamilyen büntetés, vagy bűntudat a bűn miatt, de egyébként gonoszságot jelent szó szerint. Illetve olyan értelemben is használhatjuk, mint valaminek a következménye, vagy büntetés a bűnért. Érdekes az, hogy a szótő, amiből ered, az nem más, mint Strong's H 5753 Ava Ava. Ami egy ige, és annyit tesz, hogy meghajlítani valamit, elcsavarni valamit, vagy eltorzítani valamit. És hogyha belegondolunk abba, hogy milyen szövegkörnyezetben használja, akkor értetjük azt, hogy ez a vétek, ez annyit tesz, mint az ő parancsolatainak az eltorzítása, az elcsavarása, vagy pedig a meghajlítása, ahogyan az ember másként értelmezi. Szerintem ezt mondja. Ezt jelenti ez. Az én véleményem az. Én úgy gondolom, hogy stb. Stb. Ez az, amiről itt beszél, amikor az ember megindokolja azt, hogy bűnt követel. Nem elég az, hogy bűnt követel, hanem még meg is indokolja azt, és folytatja. Egy sokkal előrehaladottabb állapota magának a törvények megszegésének, mint esetleg a bűn, amit tudatlanul vagy tudatosan az ember gyengesége miatt elkövet egyszer-egyszer. Ez a vétek, amiről itt szó van, ez amikor az ember tudatosan elhajlítja a törvényeket, elferdíti, megindokolja azt, hogy miért követel bűnt, és miért megengedhető az. Ezért is tart el a harmadik, negyedik generációig, hiszen ez már egy olyan fajta bűn, amit az ember huzamosabb ideig csinál, és megindokolja magának azt,
hogy ő ezt megteszi, ezért mondja, hogy a harmad-negyed íziglen eltart. Nézzük meg néhány verset, ami figyelmeztetés, ezen kívül is. Érdekes módon már előtte is természetesen ez a probléma előkerült, ez pedig az előző fejezet, 5 Mózes Teberim 4-es fejezet, 15-es vers így szól. Őrizzétek meg azért jól a ti lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűznek közepéből szólott hozzátok Jahua Horeben. Érdekes azt mondja, hogy őrizzétek meg a ti lelketeket, hiszen ha az ember a parancsolatok mentén él, akkor megőrzi a saját lelkét és életben tartja azt természetesen. Azért mondja, hogy ne csináljunk faragott képet, mert nem látta senki, ezért fölösleges próbálkozni azzal, hogy elképzelni valamilyennek. 16-os, hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valami bálványféle alakot ne csináljatok magatokat férfi vagy asszony képére. Tovább folytatja 17-ben képére valamely baromnak, azaz állatnak, amely a földön van, képére valamely repdeső madárnak, amely röpköd a levegőben, képére valamely földön csúszómászó állatnak, képére valamely halnak, amely van a föld alatt levő vizekben. Tizenkilenc így folytatódik, se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, az égi testeket, hogy meg ne tántorodjál, le ne borulj azok előtt, ne tiszteljed azokat, amelyeket Jahua, a te hatalmasságod, minden néppel közlött az egész ég alatt. Izrael népe és azok, akik az ő parancsolatait hajlandók követni, azok voltak azok, akikhez magát csatolta. A többi nép mind az égi seregeket szolgálja. Sajnálatos az, de december 24-5-6, ugye a téli napforduló, ez úgymond Jézus születésének az ünnepe. Például ez az egy nagyszerű példa az égi seregek imádatára. Ugyanúgy, ahogy húsvét, a tavaszi napforduló utáni időszakban. De az összes többi valamely csillagképhez köthető. 23-as versben újra figyelmeztet erre. Vigyázzatok, hogy Jahuának a ti hatalmasságotoknak szövetségéről, amelyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek hogyan, úgyhogy ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta Jahua te hatalmasságot. 25-ös versben újra elmondja, hogy ha majd fiakat és unokákat nemzesz és megvénhettek azon a földön, és elvetemettek, és csináltok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, és gonoszt cselekeztek Jahuának, a te hatalmasságodnak személy előtt, haragra ingerelvén őt. A gonoszság egyenlő a parancsolatok megszegésével. Ki az, aki bizonyíték erre? Bizonyságú hívom ti ellenetek mai napon a mennyet, és a földet, hogy elveszvén hamarsággal elvesztek a földről, amelyre átmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt. Hiszen a menny és a föld még mindig itt van. Ők a tanúbizonság arra, hogy ezeket a parancsolatokat adta az embereknek, hogy akik ő akarják követni, aki az ő szövetségét akarják, azok e szerint éljenek. Azért ismétli meg a Husák, a másik a megváltó, hogy amíg ég és föld el nem múlik, addig egyetlen egy ióta és egyetlen egy pontocska el nem tűnik a törvényből, hiszen a törvény, itt volt az ég, a menny és a föld még mindig, és a mind a mai napig itt van. Amíg menny és föld van, addig az ő parancsolatai állnak, úgyhogy nem hogy eltörölte őket, hanem még hogy sokkal
szigorúbbá is tette, hiszen az emberek szívében, lelkében is teljes erőből ezt kellene csinálni, erre kellene fókuszálni. Ezért hangsúlyozza ki a mennyet és a földet. Mi a következménye azonban ennek? Az, hogy és Jehua szétszórt titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek közt, akik közé visz titeket Jehua, ugye ez megtörtént több ízben, babiloniai fogság, utána pedig Jeruzsálem elpusztítása. 28. És szolgáltok ott emberi kéz által csinált hatalmasságoknak, fának, és kőnek. Amelyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak. Ez a legnagyobb probléma, ahol az emberek szorongatják a keresztjeiket, leborulnak mindenféle képek előtt, közben ezek csak tulajdonképpen tárgyak, amik nem élnek, és egyáltalán semmit nem tudnak tenni. Ugyanez a problémája Jeremiás 10-es fejezetben is. Halljátok meg a szót, ez ugye 1-es vers, amit Jehua szól nektek, Izrael háza. Ezt mondja Jehua, a pogányok útját el ne tanuljátok. És az égi jelektől ne féltek, mert a pogányok félnek azoktól. Égi jelek másként, amire az imént figyelmeztet az előző fejezetben, hogy a szemét fel ne emelje az égre, hogy az égi seregeknek szolgáljon. Ugyanerre hívja fel a figyelmet most is, mert a pogányok azok, akik ezektől félnek, akik ezeket figyelik, ugyanúgy, ahogy ugye a karácsony és az összes többi pogány keresztény ünnep. Mit csinálnak ezek a népek? Mert a népek bálványai csupa hiába valóság, hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárda. Ezüsttel aranyan megékesítik, a szegekkel, pörölyökkel megerősítik, hogy le ne essék. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek. Viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féltek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni sem képesek. Amit itt említ, a népek bálványai, ez a kifejezés nem egészen ezt jelenti. Ez a hiába valóság szó, illetve a bálvány szót meg fogjuk nézni, ugyanis a jelentésük némiképp eltér ettől. A bálvány szó Strong's H 2708 HK HK, melynek jelentése rendelés, szokás, rítus, valamiféle viselkedésmód, egy hagyomány, vagy pedig törvény, ami elő van írva, valamiféle rendelkezés, rendelet. Ezt jelenti ez a bálvány, ami egy főnév. Ha visszaásunk ennek a szónak a tövéig, akkor látjuk azt, hogy ez a héber szó Strong's H 2706 HOK Hok. Aminek szintén ugyanez a jelentése, egy rendelet, egy törvény, valaminek a határa, valami, ami elő van írva, kötelesség, egy előírt feladat, egy előírt részesedés valamiből, valamilyen tevékenység, cselekvés, ami előírt. Úgyhogy ez sokkal inkább egy szokást jelent, mint sem egy báványt. Míg a hiába valóság szó szintén héber, természetesen. Strong's H, 1892. Hevel. Hevel. Jelentése üresség, semmiség, értéktelenség. De érdekes módon azt is jelenti, hogy lélegzet, vagy pedig pára, gőz, semmiség. Valami, ami üres, ami értéktelen. Ennek tükrében kicsit átértékelhetjük ezt a mondatot, a népek szokásai, törvényei, rendelései, a karácsonyai, a vasárnapjai, a Jézuska, a télapói, az összes ünnepei, minden hiába valóság, üresség, semmiség, értéktelenség. Nincs semmi értelme ezt csinálni. Erről beszél. Annak van értelme, amit ő előírt, nem annak, amit mi csinálunk azért, mert mindenki ezt csinálta mindig. Azért, mert így csinálta az összes
mindenkinek a mindenkije a történelem során. Attól még Jahua szemében ez értéktelenség, hiába valóság, nulla. 5 Mózes Deberim 7-es fejezetben így szól Jahua. Ugye az ígéret földjére, amikor beviszi őket, erről beszél itt, és így szól, és adja őket, Jahua, a te hatalmasságot, te hatalmadba ezek a népek, akik ott fognak élni, és megvered őket mindenestől, veszítsd ki őket, ne kös velük szövetséget, és ne könyörül rajtuk. Sógorságot se szerező velük, a lányodat se adjad az ő fiúknak, és az ő lányokat se vegyed a te fiadnak. Mert elpártoltatja a te fiadat én tőlem, és idegen hatalmaságoknak szolgálnak, és felgerjedje hova haragja rátok, és hamar kipusztít titeket. Hanem mit csináljatok? Így cselekedjetek velük, oltáraikat roncsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket tűzzel égessétek meg. Mert Jahuának, a te hatalmaságnak kiválasztott szent népe vagy te, téged választott Jahua, te hatalmaságod, a saját népe légy ki minden nép közül a föld színén. Ez volt az oka annak, hogy minden népet el kellett pusztítaniuk. Az, hogy tudta, hogy azok a népek nem hajlandóak hozzá megtérni, és aki nem hajlandó hozzá megtérni, az eltérít mindenkit tőle, hiszen a keveredésnek óhatatlanul az a következménye, hogy a kettő egymáshoz közeli. És ő nem fogad el mindenkit úgy, ahogy van. Ő nem szeret mindenkit úgy, ahogy van. Ő azt szereti, aki megérti, amit ő mond, és megpróbál afelé haladni. Ezért tudta, hogy ezeket a népeket ki kell onnan űzni. És el kell pusztítani. Tehelim Zsoltárok 78-as fejezet így ír. 57-es vers. Elfordulának ugyanis, és hűtlenek levének. Mi a hűtlen? Más szóval hitetlen, nem jár a törvényekben, a parancsolatokban. Ezt jelenti, mint apáik visszafelé fordulának, mint a csalfa kézi. Ugye, elfordultak tőle, 180 fokos fordulatot vettek, és elindultak a rossz irányba, ugyanúgy, ahogy az apáik, hiszen meglátogatja az apáik bűneit a harmadik, negyedik generációig. Erről szól, ezt tanulták, ezt a magatartásformát örökítették tovább, ezt követték a gyermekek és az azok gyermekei. 58. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, ugye ez például egy piramis, és bosszantották faragott báványaikkal. Ugye ismét csak előjöttek azok a báványok, azok a faragott képek, amelyekről eddig beszélt. Mi ennek a következménye? Az, hogy meghallá ezt Elohim, és felgerjed, és Izraelt felette megutálá. Megmondta, hogy mi az instrukció, mi a Tora, mi az ő törvénye, hogyan kell élni ahhoz, hogy a szövetség részese legyen. Izrael ezt elfogadta, ugyanúgy, ahogy a mindenféle népek, akik ott voltak, aki nem tartja be, ezek után az nem részes a szövetség. Ha pedig már itt tartunk a faragott képeknél, nézzük meg Jesiáhu, Ézsaiás 42-es fejezet, így kezdődik. Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel. Érdekes az, hogy ki fog derülni, hogy kiről is beszélünk. Lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem tör el, pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Törvényt igazán jelenti meg? Vajon ki az, akiről beszél? Ugye a megrepet nádat nem tör el, pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Azokról az emberekről beszél, akihez Jahusá Hamásiákot elküldte, az ő népe, aki eltévedt, az Izrael elveszett bárányai, és Jahuda, Júda, és az egész világ. Ezek után. Ez pedig nem más, mint a Jahusá Hamásiák, a megváltó maga. Őt írja le, aki eljött, és a megrepett nádat, azokat az embereket, akik rossz úton járnak, a pislogó gyertyabelet, azokat, akik eltévedtek, és elfeledkeztek a törvényről, nem töri le, nem oltja el, nem ítéli halálra őket, hanem éppen ellenkezőleg. Kihirdeti a törvényt, elmondja nekik a törvényt, és ezzel mit csinál a 7-es vers így szó, hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozod, és a fogházban sötétben ülőket, fogházból a sötétben ülőket
ő az, aki eljött, hogy hirdesse a törvényt. Nem azért, hogy eltörölje, aztán ugyanott folytassa mindenki, ahol akkor volt, mielőtt eljött, hanem pont ellenkezőleg. Hatos vers, én, Jahua, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Ő a világosság, ő az út, ő az élet, ő az, akit követnünk kell, Jahusák, ha másiak, és Jahua küldte el őt. Hetes, hogy megnyisd a vakoknak szemeit, ugye ez fizikálisan és átvitt értelemben is, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, szintén fogházból a sötétben ülőket. Nyolcas, én vagyok Jahua, ez a nevem. Akkor mit keres itt az Úr? Az, hogy eredetileg természetesen Jehova van itt, Jehova, Jávé, kinek melyik szimpatikus. Én vagyok Jehova, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet báványoknak. Báványok ismét csak ugyanazt jelenti, mint az előzőben, ez egy kicsivel másabb kifejezés, és ez... Strong's H, 6456, Pasil. Pasil. Second entry. Pasil. Pasil. Ami annyit tesz, hogy egy kép, egy bávány, egy faragott kép. Valami, ami ki van faragva, fába, ki van metszve. Jesiahu 42, Ézsaiás 42-es fejezet 16 így szól. A vakokat oly úton vezetem, amelyeket nem ismernek. Járatom őket oly ösvényeken, melyeket nem tudnak. Ha amennyiben az ember a teremtőbe helyezi a bizalmát és a hitét, és teljes szívéből, teljes lelkéből ezt az utat járja, akkor teljesen mindegy, hogy mi az, amit tud, és mi az, amit nem, hiszen Jehua el fogja vezetni oda, ahol lennie kell. Akár a vakot is elvezeti egy olyan ösvényen, ahol még sohasem járt. Előttök a sötétséget, világosságát teszem, az egyenetlen földet egyenessé, ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Mikor, amennyiben parancsolatok szerint járnak. Ezt nem én találtam ki, ezt fogja írni. Hamarosan azonban nézzük meg a 17-es verset. Meghátrálnak, és milyen megszégyenülnek, akik a báványban bíznak, akik ezt mondják, az öntött képnek ti vagytok a mi isteneink, hatalmasságai. Mindazok, akik nem ezen az úton járnak, a törvények, az instrukciók, a Tora által kijelölt úton, azok sajnos mind így vagy úgy, valamilyen báványban bíznak, és el vannak tévedve. Természetesen szó szerint is érthető, ugye akár egy kereszt, akár egy kép, egy festmény, egy faragott kép, egy szobor, vagy átvitt értelemben bármi faragott kép, amiben az ember bízik, ugye, mint egy bávány. Ezek azok az emberek, akikről beszél a 18-as versben, ó, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok, azok, akik ezeknek a köveknek, meg ezeknek a festményeknek mondogatják, hogy ti vagytok a mi hatalmasságunk, vagy a pénznek, vagy a partnereiknek, vagy egy autóban, vagy a munkában, vagy a világban bíznak, vagy a kormányban, vagy a pártokban, akármi másban. Ilyen vagy olyan módon ezek báványok. Kicsoda vak, hanem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsájtok. Ki olyan vak, mint a békességem megajándékozott, és olyan vak, mint Jahua szolgálja. Milyen Jahua szolgálja? Milyen vak? Olyan vak, aki az ismeretlen ösvényen el tud igazodni. Hiszen Jahua az, aki vezeti. És most a törvényel kapcsolatban Jahua igazságáért azt akarta, mi az ő igazsága, a törvény, az ő szava, a tara, az instrukciói, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Ha erről beszél folyamatosan, akkor miért törölte volna el? Mi az ő akarata? Hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Ez az, amit mindig is akart. Megszabta azt, hogy hogyan élhet az ember ebben az élettérben, amit mi földnek hívunk, hogyan élhet tökéletes életet, egészségben és hosszú életet, úgy, ahogyan ő meghatározta a számunkra. Ez az egyetlen út létezik, és ebben a faragott képnek, öntött képnek vagy a báványoknak nincsen helye.
Úgyhogy akinek esetleg még nem lenne teljesen világos, hogy a faragott kép dolog és a bálványok az nem fér össze Jahua útjával, annak Mikeás 5-ös fejezet így szól. 10-es vers, és lészen azon a napon ugye az ítélet napja, amikor visszatér, mikor ítéletet hirdet az egész világon, ez az időszak, ami felé közeledünk. Azt mondja Jahua, kivágom lovaidat közüled, elvesztem hadi szekereidet. Kivágom földednek városait, ledöntöm minden erősségeidet. Kivágom kezedből a bűvszereket, szemfényvesztőid nem lesznek néked. És kivágom faragott képeidet és bálványaidat közüled, és nem imádod többé kezeidnek csinálmányait. A kezek csinálmányát utálja, hiszen nevetséges az, hogy az ember azt hiszi, hogy ezek a dolgok segíthettek rajta, ezekhez imádkozik, és közben elfeledkezik az igazi teremtőről, aki teremtette nem csak azt a dolgot, amit a kezünkben fogunk, hanem minket, magunkat is. Ez a probléma a bálványokkal, hogy elveszi tőle a dicsőséget, elveszi a lehetőséget attól, hogy mi kapcsolatba lépjünk vele, hogy kapcsolatot alakítsunk ki vele, hiszen kapcsolatot alakítunk ki egy életlen dologgal, egy nevetséges semmi ürességgel, ahogyan azt korábban mondta. Érdekes az is, hogy arról beszél, hogy a bűvszereket kivágja a kezéből, mindazokat a dolgokat, amiket a világ ma használ arra, hogy egyrészt a tudatot módosítja, másrészt úgymond kezelje az embereket, mindezeket a bűvszereket, amiket használunk. Aki esetleg nem látta még a Pharmakeia videót, mindenképpen nézze meg a bűvszerekkel kapcsolatban, és a szemfényvesztőid nem lesznek néked, ezek a szemfényvesztők ugye a politika, a tudomány, az oktatás, a média és a szórakoztatóipar, mindezekről beszél, hiszen természetesen ezúttal a Babilon ítéletéről van szó ebben a fejezetben. Kiszaggatom a te berkeidet, berkekről rengetegszer volt szó, ez az aserák, az asera oszlopok, ezek a fák, amiket ültettek, ezek a különböző berkek, ezekről beszél, és nem imádod, bocsánat, és elpusztítom a te városaidat, és haraggal, hével állok bosszút a pogányokon, akik nem engedelmeskedtek. Kik a pogányok? Akik nem engedelmeskednek a parancsainak. Ezért volt már arról szó rengetegszer, hogy a kereszténység sajnos egy pogány tradíció, hiszen miért? Mert nem engedelmeskedik Jahua parancsolatainak. Teljesen mindegy, hogy mit gondolnak Jézusról, vagy az Úrról, vagy Istenről, hogy ki mit törölt el, vagy miért jött. A lényeg az, hogy ő nem változik, Malakiás 3:6, Jahua nem változik, és a szava nem tér hozzá vissza üresen. Ezért ő nem fogja eltörölni a saját törvényét, mikor megmondta az előbb, hogy az a lényeg az egésznek, hogy a törvényét nagyját tegye. Az a pogány, aki nem engedelmeskedik. Még egy utolsó, az ítélet hirdetéssel és a faragott képekkel kapcsolatban Jeremiáhu 51-es fejezet, Jeremiás 51, 47 így szól. Azért ímé eljönnek a napok, ugyanúgy eljön a nap, mint ahogy az előbb erről beszélt, és meglátogatom Babilon faragott képeit, az egész földe megszégyen, gyenül, és minden ő megöltjei elhullanak ő közötte. Babilon, ugye a mai rendszer, amiben élünk, a keveredés rendszere, az, ahol mindent lehet, ahol minden elfogadott, ez az, ami ellen Jahua mindig is volt. Mi volt az, amit ő mondott, hogy ne is kössetek sógorságot velük, szóba se álljatok velük, egyáltalán ne foglalkozzatok vele, sőt, írtsátok ki a föld színéről. Ennek pontosan az ellenkezője Babilon. Hiszen Babilon vagy Bábel jelentése zűrzavar keveredés által. Az által, hogy összekeverednek mindenféle hitek, nyelvek, etnikumok, népcsoportok. Ez az, ami felé halad a világ. Ezért vannak azok a vándorlások a világban, amiket most látunk. Hogy összekeverjék az embereket, hiszen tudják, hogy ebből egyetlen dolog születhet, és az pedig zűrzavar. Mellesleg a szónak a szótöve. Strong's H 1101. Balal. Balal. És ez pedig nem más, mint keveredés, egy ilyen elegy, valamiknek az összekeveredése, zűrzavar, vagy pedig
összekeverés. Összekeverni valamit, összezavarni, vagy pedig elkeverni. Ez az, amit ez jelent. Ez a problémája Babilonnal. Ő nem híve az összekeveredésnek, hiszen a keveredésből egy mix keletkezik. Egy elegy, ami mindenféle dolgokat tartalmaz, csak azt nem, amit ő akar. Ez a problémája, ezért gyűlöli Babilon. Babilon a mi világunk, ahol mindenki egy nyelvet beszél, ahol össze-vissza minden kultúra elfogadott, mindenki csinálhat mindent. Ez nem fér össze Jahuával. 48. És örvendeznek Babilon felett az ég és a föld és minden benne valók, mert észak felől eljönnek reál pusztítók, azt mondja Jahua. Babilon elesik, Izrael megölöttjei, mind Babilonban is elhullottak az egész föld megölöttjei. Menjetek el, akik megszabadultatok a fegyvertől, meg ne álljatok, emlékezzetek meg a távolból Jahuáról, és jusson eszetekbe Jeruzsálem. Mi volt az? Az, ahol a kiválasztottak éltek, akik Jahua törvénye szerint éltek, ők voltak azok, akik nem keveredtek senkivel. Ez a kettő között a különbség. 51-es megszégyenültünk, mert hallottuk a gyalázkodás, orcáinkat szégyen borította, mert idegenek jöttek Jahua házának szentségébe. 52. Azért íme eljönnek a napok, azt mondja Jahua, és meglátogatom az ő faragott képeit, az egész földén sebesültek nyögnek majd. Mindazok a szobrok, faragott képek, amik elárasztják a világunkat, azok a logók, azok a dolgok, amelyeket viselünk a ruháinkon, a keresztek, a különböző spirituális dolgok, a sztárok, az posztereik, mind azért van, mert Jahua gyűlöli ezeket. Ezért élünk Babilonban, hiszen összekeveredtek a kultúrák, és mindent lehet, ez az, amit hamarosan ő el fog törölni a föld színéről. Ezt gondoltam, hogy amennyire csak lehet összesűrítve a faragott képekről és a báványokról, ennyit ezzel a második parancsolatot megtárgyaltuk. Remélem, hogy érthető volt és nem volt túl gyors. Én mindenképp azt javaslom, hogy nézzétek át az összes fejezetet mindig, és olvassátok el az összefüggéseket, az egészet egyben, így sokkal több információt ki lehet nyerni belőle. Természetesen megtaláljátok a Google Plus-on ezeket a verseket az eredeti névvel és az eredeti meghatározásokkal kiegészítve az összes linket, amit felhasználtunk. Úgyhogy tanulmányozzátok magatoknak, saját időtökben szerintem mindenképpen hasznos lesz. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!